Molly Bloom vagyok. Hallott már rólam? Elolvastam a vádiratát, mintán felhívott, és megvettem a könyvét. Tisztában van vele, hogy azzal vádolják, hogy illegális szerencsejátékot üzemeltetek? Elfogad engem az ügyfelének? Nem hiszem, hogy meg tudom győzni a partnereimet, hogy elvállaljanak egy pókerhercegnőt. Azt hiszi, egy hercegnő képes arra, amit én tettem? Nagyon téved. Látom, hogy nem tart valami sokra, de mi lenne, ha hamis információkon alapuló felszínes véleménye tévesnek bizonyulna? Le lennék nyűgözve. Ez igaz történet, de minden nevet megváltoztattam az enyémen kívül. Hé, Molly, a heti pókerklubom átkerült a Cobra Lounge-ba. Te fogod vezetni. Mozisztárokkal, rendezőkkel és üzleti mogulokkal voltam egy szobában. Mindent feltettek, minden alkalommal. Köszönöm, Molly. Ez a tiéd. Köszönöm szépen. Nem kapsz asszisztensi fizetést. Kirúgsz? Nem rúglak ki, csak nem fizetlek tovább. A játék után minden héten kapsz pénzt, ez így nem fair. Nem adsz fizetést, mert túl sokat keresek a másodállásommal, és ha nemet mondok rá, mindkét állást elveszítem, mert szerinted nem fair. Nem vagy alkupozícióban. Lényegtelen vagy. Tudod, hány boszorkányt égettek meg Szálemben? Hányat? Egyet sem. Nem mágiára küldték, felakasztották őket. A megalázottság helyét őrült harag vette át a tehetetlenségem miatt. Nem kellett hozzá sok, hogy előálljak a tervemmel. Minden kedden játékot fogok vezetni ebben a lakosztályban. A kezdőtét 250 ezer. Ez nagyot fog szólni. Játszunk! 8 évig vezette Hollywoodban, és 2 évig New Yorkban a világ legexkluzívabb és dekadensebb férfi klubját. Látta a többi nevet a vádiratában. Molly, milyen szoros volt a kapcsolata az orosz maffiával? Őrületes hírverést kaptál. 2,8 millió üti a markát most azonnal. Szét fognak cincálni. Sikerült egy sok millió dolláros üzletet kiépítened pusztán az eszedre hagyatkozva. És most bírósági vizsgálat elé nézek. Hát senki sem tökéletes. Új ajánlat érkezett. Felmentik minden vád alól, ha átadja a merev lemezeket. Látta, mi van azokon a lemezeken. Családok, életek, karrierek mennek tönkre. Miért egyedül viszi el a balhét? Hol vannak azok, akiket védelmez azzal, hogy nem mond el mindent? Mindent elmondok nekik, amit tudni akarnak rólam. Csak rólam. Ennyi. Elit játszma. Hamarosan a mozikban.